Mindannyian szeretnénk a lehető legjobban kinézni, divatosak és szépek lenni mások szemében. Azonban mit szólnál, ha olyan szépségideál lenne a norma, ahol zsiráfszerűen meg kell hosszabbítani a nyakad, vagy tányérméretűre kell formálni a szádat? Megtennéd, ha ezt várnák el tőled? Ma a legbizarabb szépségideálokat fogjuk megnézni, és maradj itt a videónak a legvégig, mert az első helyre egy olyat tartogatok, amitől még az állat is le fog esni. Myanmari nyakideál. Sokan csak gyilkos nyakra valónak nevezik ezt, mivel ha leveszik, akkor meghalnak a nők. De hogy pontosan mi is ez? Még a mai napig is él a deformáló tradíció a myanmari Padaung törzs hölgyei között. Az ázsiai asszonyok ugyanis lányaik nyakára 8 éves koruktól kezdve egyre több aranykarikát húznak, ami szép lassan hosszúvá deformálja a testrészüket. A karikák száma az évek alatt a 25-öt is elérheti, ami egyre csak veszélyesebb lesz, mivel hogyha lekerülnek a gyűrűk, a viselője meghal, nyaka ugyanis összeroppan a feje súlya alatt, éppen azért, mert a nyakizmai elhalnak annak köszönhetően, hogy minden terhelést a nyakról a gyűrűk vesznek át. Egy-egy ilyen nyaklánc egyébként akár 5 kilós is lehet, úgyhogy be kell lássuk, nem a legkényelmesebb viselet. Etióp tárnyérszájúak. Jól hallottad, Etiópiában 25 centis tárnyérrel a szájukban élnek a nők, hogy kívánatosabbak legyenek. Enni és inni is alig tudnak a szépségük érdekében, de ez egy csöppet sem zavarja őket. Hatalmas kínokat élnek át a nők azért, hogy kövessék a hagyományt és vonzóak legyenek a férfiak szemében, mivel az ajaktárnyér az egész életüket megnehezíti. Az etióp surma és mursi törzsek lányainak 15 éves koruk környékén egy vágást ejtenek a szájukon, majd a nyílásba egy kisebb fadarabot tesznek, amit aztán időről időre egyre nagyobbra cserélnek, megnyújtva ezzel a bőrt. Amikor pedig úgy vélik, hogy megfelelően kitágult a szájuk, behelyezik az első tányért. A beavatkozás persze kicsit sem veszélytelen, hiszen a higiéniai körülmények egyáltalán nem megfelelőek, szóval nagy a fertőzés veszély, maga a folyamat pedig óriási fájdalmakkal jár. Apatani orrideál. Az apatani nők arcát tetoválások, orrjukukat pedig hatalmas dugók díszítik. Az indiai Zirovölgyben Tanisznak nevezett nők, vagyis eredetileg az apataniak, az indiai Arunachal Pradesh tartományban az apatani fennsíkon vándoroltak, de mára letelepedtek a Zirovölgyben, és elsősorban mezőgazdasággal foglalkoznak. Többnyire rizst termesztenek, és halat tenyésztenek a víz által elárasztott földeken. Írásos emlékeik szinte egyáltalán nincsenek, a törzs történetek kizárólag szájhagyomány útján terjed. Minden esetre az asszonyok számos törzsi mesét ismernek, ezért ha a történetüket nem is tudják, az arcukat díszítő tetoválások és az extrém piercingek is ezeknek az elmeséléseknek az eredményei. Állítólag a régmúltban azért döntöttek a törzs férfi tagjai a nők elcsúfítása mellett, hogy ne rabolják el őket más törzsek tagjai. A dugók, vagyis a japink hurlók, tehát ha úgy nézzük, akkor a túlélés szimbólumai. A rítust egyébként még az első menstruáció előtt kell elvégezni, mivel ez a féle felnőtti avatás is egyben. Vámpírfogak. Ameddig Európában és Amerikában a ragyogó, tökéletes ívű fogsor a divat, addig Japánban a rendezetlen fogsorért több havi zseppénzüket is odaadnák a fiatal lányok. A tokiói fogorvosok székében egyre többen kérik ugyanis fogszabályzó helyett a szemfogaik elhegyesítését. A vámpírosításban a japán tinik a fiatalság és az édes kislányos báj megtestesítőjét látják, ezért követik a divatot. Az eljárást Yeba effektusnak hívják, és a távol-keleti kamaszok szerint minden pénzt, no meg minden fájdalmat megér. A jéba szó szerinti fordítása kettős fog, amiért közel 100 000 forintnak megfelelő összeget kell kifizetni a csúnyulni, vagy mondjuk azt, hogy szépülni vágyó lányoknak. Nézőpont kérdése. Elmondások szerint így a hölgyek gyermekibbnek néznek ki, és ez pedig bájossá teszi őket. A trend odáig jutott, hogy egyre több beavatkozó műtétet végeznek a fogsor mesterséges eldeformálásáért. Sőt, Tokióban van egy fogászat, ahol a páciensnek mesterségesen építenek vámpírfogakat. Ezt úgy kell képzelni, hogy a páciens fogára húznak egy műfogat, amit bármikor levehet, ha már nem tartana rá igényt. Este vámpír, nappal egyetemista. Kell lennél több? Mauritán testkép. Mifelénk a jelenlegi női divat az, hogy a lányok karcsúak, illatosak, ápoltak és szépek. Nos, addig egy afrikai országban, Mauritániában pedig iszonyú kövérek. Az ottani férfiak számára a szépség egyenlő a hájhurkákkal, ezért a 100 kiló alatti hajadonok nem is reménykedhetnek a kérőkben. A lányok pedig tényleg mindent megtesznek, pontosabban megesznek értük. Ahhoz, hogy majd a férjhez mehessen lányuk, a családok már 6-8 éves korukban elkezdik rabszolgaként hizetni.
cizlaltatni őket. Külön személyzet gondoskodik arról, hogy a lányok megigyák a napi 6 liter tevetejet, megegyék reggelire a hatalmas tányi tejben főtt búzát, és aztán egyék a rizst, a szárított húst, és mindezt zsíros tejjel öblítsék le. Ha a lány megáll, vagy csak a térdére lemeri tenni a tálat, a hízlaló asszony fadarabok segítségével fájdalmat okoz neki. Röviden tehát az ellenkezésnek semmi értelme, mindenkinek a napi 13.000 kalóriát el kell fogyasztania. Ha pedig elmerné hányni magát a rengeteg ételtől, akkor még azt is megetetik vele. Karcsúnak lenni Mauritániában a legnagyobb bűn. Az ottani férfiak szerint egy normál súlyú nővel lefeküdni olyan, mintha férfivel lenne dolguk, míg az ideális asszony puha párnát jelent boldog férje számára. Etióp fogidál. Az afar törzsnek igen egyedi ideája van, méghozzá teljesen sajátos kivitelezési formában. Itt ugyanis az a bevett szokás és egyben elvárás is, hogy le legyen csiszolva a fogad hegyesre. Ezt a beavatkozást pedig természetesen érzéstanítés és bármi higiénikus előkészület nélkül végzik, ráadásul egy nagy fejszével és kalapáccsal. Amellett, hogy erőt és magabiztosságot szentelnek ezeknek a hegyes fogaknak, spirituális kapcsolódásnak is érzik ezt, mivel az állatokra hasonlítanak, és ezzel a természethez közelebb kerülnek. Te bevállalnál egy ilyen beavatkozást érzéstelenítő nélkül, hogy erősebbnek és magabiztosabbnak gondoljanak? Namíbiai zsíros vörös haj. Nincsen annál vonzóbb dolog egy nőn a namíbiai férfiak szerint, mint hogyha vöröses, zsírral bevont haja tenné igazán kívánatossá. A vörös pasztával tincsenként bevont hajat ugyanis gyönyörűnek tartják a namíbiai himba törzs tagjai. Hogyha azt vesszük, a világ különböző tájain teljesen eltérő szépségideálok vannak, így tehát külsős szemmel nézve semmiféle okunk nincsen ítélkezni. Egy bizonyos titkos keveréket használnak egyébként a himba törzs nő tagjai, amit egy vörös keverékkel elvegyítve a hajukra kennek, hogy igazán kívánatosak lehessenek. Ennek segítségével pedig mindig leolvasható, hogy hajadonok vagy házasok, és hosszú órákat töltenek egymás tincseinek igazgatásával. A hajra felvitt vörös pasztának nem csak praktikus, valamint szépségbeli okai vannak, hanem szimbolikus jelentéssel is bír. Maori arctetoválás. Új-Zélandon a maori törzsben egy különleges és egyedi tetoválási forma a szépségideál. Kifejezetten az arcon, a száj alatt állig meghúzódó tetoválások a mesés szépség szimbólumai. Minél összetettebb és komplexebbnek mondható a dizájn, annál szebbnek tartják a viselőjét. Ez kifejezetten a nőket érinti csak, és azon túl, hogy esztétikusnak tartják, valójában komoly spirituális jelentése van, ez ugyanis a valódi énedet hivatott előhozni, éppen ezért sokszor a viselők saját maguk találják ki egyedi, személyre szabott tetoválásukat. Természetes tintát és eszközöket használnak, így egy fájdalmas eljárásról van szó, azonban akik átesnek rajta, magukat megszentelve érzik, és kiegyensúlyozottabb lesz életük. Dinka sebek. A szudáni dinka törzsnek egy sajátos jelképe van, amelyet magyarul szarkalábozásnak vagy karcoknak hívnak. A hagyomány lényege, hogy a felnőtté váláshoz és az első éles vadászathoz először két dolgot kell megtenniük a fiataloknak. Előre leszögezem, ne próbáld ki, mert nagyon fájdalmas és veszélyes dologról lesz szó. Több afrikai törzs életében is egyébként megtalálható ez a folyamat, a dinkák esetében pedig még a nőket is érinti, hogy éles tárgyakkal, késekkel vagy bárdokkal bemetszéseket ejtenek a bőrön, amit aztán hagynak behegesedni, aminek eredménye pontosan az, amit a képen láthattok. Barázdált, kemény, csíkos bőrfelületek keletkeznek ezek után, és ami a legkomolyabb az egészben az az, hogy a kínzásnak tűnő beavatkozás közben tilos sírni, ugyanis ez hatalmas szégyennek és tiszteletlenségnek számít. Ezek a sebhelyek évente bővülnek, és egyfajta státuszt jelképeznek. A sikeres vadászatok és hasonló ünnepi események után is egy új jelképet karcolnak a bőrbe, úgyhogy akinek a legtöbb van, őt tisztelik a legjobban. Ez lett volna a mai videó, remélem tetszett, nektek érdekesen találtátok, hogy így volt, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot, mert hogy úgy látom, hogy sok embert érdekel, akkor hozni fogok egy folytatást is, újabb meglepő, furcsa és már-már hihetetlen szépségideálokkal, mert azt kell mondjam, mert rengeteg nagyon furcsa dolog van még a világon. Emellett írjátok meg kommentben, melyik tetszett nektek a mai videóban a legjobban, esetleg melyiket ismertétek, vagy pont, hogy melyik lepődtetek meg a leginkább. Tudjátok, jól mindig olvasom a kommenteket, mindig szoktunk beszélgetni, úgyhogy írjátok meg, hogy mit gondoltok. Emellett mindenképp csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt is, látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amiben már nem sokan érkezik, és a következő lehet rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is további szép estét, és sziasztok!